A szüleim példáját követve lettem építőmérnök. Én ugye főleg a vasbeton szerkezetek tűzvédelmével, illetve tűzállóságával foglalkozom. Először kutatás szintjén kezdtem el, de ma már számos ipari munkánk és megbízásunk is van belőle. Mellé bejött egy másik kutatási részterület, ami az anyagok roncsolásmentes vizsgálatával foglalkozik. Az anyagokat komputertomográfiával vizsgáljuk, és a komputertomográfia meg fogja adni az anyagok belső szerkezetét, amiből lehet következtetni számos tulajdonságára. Mindkét részterületen érvényes, beadott szabadalma van a kutatócsoportomnak, és most jelenleg 30 fős kutatócsoporttal dolgozunk ezen a projekten. Én úgy gondoltam, hogy nekem való az a kreativitás, az a sokszínűség, ahol az anyagokat meg tudjuk vizsgálni, sőt új anyagokat tudunk kifejleszteni. Ma már a beton sem egyfajta, hanem nagyon sokfajta betont tudunk előállítani. Pont ez a sokszínűség, ez a kreativitás fogott meg és tetszett meg. A labormunka igazándiból nagyon érdekes, mert egyik oldalról alkotunk, mondjuk egy új anyagot létrehozunk. A másik oldalról utána, hogy megismerjük az anyag viselkedéseit, tönkre is tesszük, összetörjük. Mi azért gyártunk magunknak próbatestet, hogy rájöjjünk, hogy mitől függ a nyomószilárdság, a hajlítóhúzó szilárdság, vagy egyéb jellemzői, tartossági jellemző, fagyállóság. Alkotunk és rombolunk. Édesanyám próbált lebeszélni, mert ő azt mondta, hogy egy nőnek ez egy nagyon nehéz szakma, nagyon nehéz pálya. Az ő példája is, és én saját magam is rácáfoltam. A tanszékünk 60%-a nő. Nyilván vannak olyan területei az építőmérnöki pályának, ahol nagyon nehéz nőként érvényesülni. Például a kivitelezésben nagyon nehéz elfogadtatni magát nőként a hétköznapi munkásokkal az embereknek. A tervezőikről kreativitásban, a kutatói kreativitásban nagyon meg lehet találni a női oldalt is. Nagyon jó, ha egy kiegyensúlyozott férfi-női létszámarány van, mert nagyon más, hogy tudnak gondolkodni a nők, és nagyon jól ki tudják egészíteni a férfi kollégák gondolatmenetét. A lányoknak azt a tanácsot adnám, hogy legyenek nagyon kitartóak, nagyon céltudatosak, fognak pofonokat, sőt igazságtalanul vádokat kapni, de úgy gondolom, hogy abból fel kell állni, és tovább kell menni. Elsősorban oktatom a hallgatókat, mint egyetemi oktató. Mellette nagyon fontos feladatomnak érzem, hogy a fiatal kollégákat is mentoráljam, mint a kutatás, mint az oktatásba való bevezetésben. A laborvezetési feladatokat jelenleg én látom el, de hál' Istennek nem egyedül vagyok, hanem mindig segítenek a kollégák. Kölcsönösen segítjük egymást abban, hogy minden flottul és jól működhessen itt a tanszéken. Azt gondolom, hogy a szakma mellett a családnak sosem szabad háttérbe szorulni. Két gyermekem van. Az egyik 20 éves, Mátyás, és a másik gyermekem 18 éves, Réka. Lelkileg és minden egyéb fronton, akár tanulásban segítségre van szükségük, én azt gondolom, hogy annak kell az elsőnek lenni. És hozzáteszem, hogy ugyanez vonatkozik a férjemre, aki orvosként dolgozik. A fiam közel 15 évig versenyszerűen sportolt. Pont a munkai flexibilitása adott lehetőséget arra, hogyha nem csak hétvégén volt a verseny, hanem szerdán, csütörtökön, akkor én őt el tudtam vinni versenyekre. Igaz, hogy éjszaka utána be kellett fejezni a munkát, de nem kellett fizikálisan itt ülni, úgyhogy nőként igazán jó itt dolgozni.